A műsorszámot az ECDH támogatta. Nézzük csak meg, hogy az új Citroen EC4 milyen autóipari trendeknek rendelte alá magát. Emelt körbeműanyagozott városi crossover? Tehát SUV? Pipa? Elektromos? Pipa? Négy ajtós kupé forma? Pipa? Perzselő ledek mindenhol? Pipa? Hatalmas ronda hűtőmaszk? Az mondjuk pont nincs rajta, ezért ökölpacsi a Citroennek. Ugye, hogy is kezdte a Citroen C4? Hasonló kis kompakt autó volt, mint a Golf, a Honda Civic. Aztán utána a maga nemében, tehát mint kompakt autó eltűnt, és jött helyette a C4 Cactus, aztán volt belőle Grand Picasso, családi, volt mindenféle, csak kompakt autó nem. És most itt vagyunk az új C4 mellett, ami... kompakt? Négy ajtós kupé? Crossover, SUV, nem tudom mi ez, de igazság szerint jól néz ki. Szeretem ezt a formát, úgyhogy nem is nagyon érdekel, nem akarom bekategorizálni. Ez az új C4, azon belül is az elektromos változat, tehát az EC4. Megmondom őszintén, amikor először megláttam az új Citroen C4-et, nekem egy kicsikét a jelenleg futó Honda Civic ugrott be. Ugye ezek a domborítások, ezek az élek, ez a négyajtós kupé forma, az a hátsó lámpa és az a kis spoiler, ami ketté osztja a hátsó ablakot. Nekem, meg ez az agresszív orr, nekem ez egy kicsikét a Civic, viszont hogyha jobban megnézzük, egymás mellé tesszük a kettőt, akkor a C4 az valójában egy elhízott unokatestvére a Civicnek. Mégsem innen jön a forma, hanem valószínűleg a Citroen egy régebbi kisautójáról, a GS-től jönnek a formai elemek. Annak volt ilyen kvázi négyajtós kupés formavilága, illetve szerintem ezek az első lámpák is onnan jönnek, aztán lehet, hogy csak én, mint régi Citroen rajongó látom bele ezeket a formai elemeket. Van egy nagyon-nagyon puha kormányunk, három vezetési módunk, egy Eco, egy Normál és egy Sport. Nyilván inkább a gázpedál vagy potméternek a reakcióját hangolja, illetve Eco módban vannak bizonyos korlátozások a fűtés-hűtés rendszerrel, illetve végsebességgel kapcsolatban. Annyira megnyugtató és csendes és pihentető ezt az autót használni. Én többször azt éreztem, hogy úristen, el fog benne aludni, valamit csinálnom kell magammal, mert ennek nem lesz jó vége. A Citroen levédetett magának egy megoldást, egy bizonyos progresszív felfüggesztésre, rugózásra. Ennek az a lényege, hogy a gátlókban hosszú, viszont nagyon lágy tekercsrugók vannak. A tekercsrugó alsó és felső végén ugye szokott lenni egy csillapító gumi, hogy amikor összeülnek a rugók teljesen, akkor ne a karosszériát üsse meg mondjuk egy kátyú vagy egy nagyobb bukkanó, hanem még legyen ott egy gumitömb, ami egy picikét tompít ezen az egészen. Viszont itt nem gumitömbök vannak, hanem tömlők. A tömlőkben olaj van, és az olaj, ahogy haladunk fölfele, illetve lefele, ugye alul is fölül is van egy ilyen tömlő, egyre kisebb lyukakon préselődik át, ezáltal minél nagyobb a berugózás, annál jobban csillapít. Ez egy tök jó megoldás. A C5 Aircross-ban nagyon kellemes, nagyon kényelmes futás nyújtott az autónak, viszont itt az EC4-be én nem érzem annyira jónak ezt az 1650 kilós autóban. Amikor forgatunk egy ilyen videót, akkor persze mindig keresik a megfelelő helyszínt, és én nagyon szerettem volna a Citroen EC4-et egy erőmű előtt leforgatni, mert azért csak van benne egy kis visszásság, de mivel pokoli lassan tölt, megőrülök tőle, ezért egy töltőnél forgatjuk.
Ez az autó a PSA Concern, bocsánat, most már Stellantis Concernnek az ECMP platformjára épül, ugyanarra, mint például a Peugeot 208 elektromos változata. Ennek a platformnak az a nagyon nagy előnye, hogy ez egy elektromos autó, normális méretű aksival, rendes hatótávval, viszont kisebb módosításokkal lehet belerakni belső égési motort, így ennek az autónak van benzinmotoros és van dízel testvére is. Végre sikerült az EC4-jel elszakadni a töltőtől. Egy óra alatt 30 kilométert sikerült bele szuszakolni. 46 kilométerre raktam töltőre, most 76-ot mutatott a számítógép. Borzasztó lassú. Hallottam olyat, hogy 230 voltos konnektoros töltőről 20 óra nem volt elég feltölteni az autót, bár nekem már akkor kikerekedett a szemem, amikor láttam a sajtóanyagban, hogy ez nagyjából 15 órát kéne igénybe vegyen. Az autó egyébként tud gyors töltést, tud 100 kW-os gyors töltést. Papíron fél óra alatt tölthetjük föl 80%-ra. Lehet nézni az EC4 motorterét, de igazából minek? Középen tornyosul egy inverter, alatta pedig ott van keresztbe a 100 kW-os, 136 lóerős, 260 Nm tudó villanymotor, mert ugye ez egy első kerék meghajtású autó. Aki ismer, az tudja, hogy én általában az autóban feküdni szoktam, fetrengen, jó hátradőlök, kényelmesen legyen, nagy lábterem, éppen tudjam kinyomni a pedálokat, nekem akkor kényelmes. De hogy férek el magam mögött? Kimondottan kényelmesen. Még bő egy ökölhely marad a térdeim előtt, és még így is maradt 380 liter csomagtér a hátam mögött, ami azért kategóriában egy jó, erős, átlagos. Egyébként egész otthonos az EC4 beltere, tele van okos, kreatív megoldásokkal. Az én egyik kedvencem a kormány, amin van itt alul egy díszelem, és ahogy néztem, ahogy gondolkodtam, szerintem ez egy visszautalás arra a korszakra, amikor a Citroen egyküllős kormánykerekeket használt. Ugye azt 94-ben el kellett engedni, mert nem férte el benne a légzsák, de ha ez arra utal, én nagyon szeretem, és csak örülni tudok neki. Van egy... nem kimondotta a jó hangrendszerünk, tehát ez egy gyenge hangrendszer. Mindenképpen érdemes megvenni a jobb minőséget, állítgatni kell, meg egy kicsit játszani vele, hogy egyáltalán normálisabban szóljon, úgy, ahogy azt 2021-ben egy 13 millió forintos indulóáru autónak kell. Viszont pont a zenehallgatás kapcsán figyeltem meg, hogy nincs rendesen összerakva az ajtó. Vagy valami elcsúszott, vagy valami szétesett, de ez egy 4000 kilométert futott autó. Ne csúszson szét, ne essen szét, semmi. Hallgatom a zenét, normális hangerő. Én nagyon szeretem a 80-as, 90-es évekbeli amerikai hip-hopot, rappet. Ugye ott azért van egy kis mély, de még egyszer mondom, normális hangerőn hallgatva rezeg mindkét ajtó. Valami itt a könyöklőben, mert hogyha erősen rátenyerelek, akkor elmúlik az izgél-rezgés, de egy idő után az ember agya rááll, és nem tudjuk nem észrevenni, és borzasztóan zavaró, megőrülök tőle, és a 18 éves kis Fordka alapú kabrióm nem rezeg így. Rezget, kicseréltem a patenteket, azóta nem rezeg. De ez egy vadonatúj autó. A Citroen multimédiás rendszerét kapjuk a középső számítógépre. Én nem kimondottan szeretem ezt a rendszert, nekem nem olyan logikus a felépítése, nem tudom egy-két nap alatt megszokni, mint bármelyik más gyártónak a rendszerét. Viszont van előttem egy picike kijelző, ami immel áll majd a személyre szabható, hogy mit mutasson, és két oldalt nagyon szépen meg van világítva, nekem nagyon tetszik ez a részlet. Váltónak a kis gombja, amit nem szeretek szintén, tehát itt a váltó, PRND, B. Na most a P és a B gomb. Tök jó, megnyomom, ott van. De az RND között egy ilyen kis billenőkarral kell
választanom, ami nem mindig úgy működik, ahogy szeretném. Tehát előre nyom, és ott kell tartanom egy fél másodpercig, másodpercig, hogy tényleg erbe ugorjon. Hátrafele D-be ugyanez, és például amikor Y-ozok, nagyon sokszor megesik velem az, hogy igen, megyek el, rálépek a fékre, húznám hátra, felegedem féket, még mindig tolatok. Arról nem beszélve, hogy körülötte minden zongoralak leöntötték az egészet zongoralakkal, picik a gombok, könnyű mellé nyomni, hopp, egy új lenyomat, hopp, két új lenyomat, hopp, három új lenyomat, négy, az összes. A BMW jó példa arra, hogy igen, náluk is van zongoralak, viszont a gombok körül van matt műanyag. És ha megnyomom a gombot, nem fogom a zongoralakot véletlenül se megnyomni, és nem lesz trutyis. Aminek viszont nagyon tudok örülni, és üdvözlöm a megoldást, hogy végre a klímaszabályzó egy külön gombokból, tekerőkből álló egység. Alatta ráadásul egy indukciós töltőt is kapunk modern okostelefonokhoz, mellette egy USB Type-C-t csatlakozót, egy sima USB csatlakozót, még itt egy 12 voltos csati is van, alul pedig egy gumírozott tároló, sőt, még alatta is van egy kis tároló elrejtve. Ez egy tök jó pofa megoldás, és ha már a tárolókról beszélek, muszáj megemlítenem a kesztyűtartót. Nem. A kesztyűtartó fölötti fiókot, mi egy kicsit kisebb, mint A4-es, tehát az A4-es papír az éppen csak billegbe fér bele. Viszont van tablettartó az autóhoz, egy szabvány tablet, iPad fér bele, azt hiszem, és tök jól el lehet itt rakni. De mi van, hogyha használná az utas, ha unatkozik, filmet akar nézni, dolgozni akar, betolja a fiókot, megnyomja ezt, és kimászik egy tablettartó, ezt lehajtjuk, ide rákattintjuk a Citroen által adott és tablettartót, bele a tabletet, és tud az utas útközben dolgozni, filmet nézni, játszani, amit akar. Nem is egy olcsó autó, jelenleg 12,5 millió forint az indulóára, kedvezményekkel 12, illetve még ha van villanyautós támogatás, akkor biztos, hogy lehet menni 10-ig a legaljára, és egyébként az alapfelszereltsége sem rossz, de 15-ig el lehet menni, ha az alapfelszereltséget nézzük, tehát az a legmagasabb alapfelszereltség, és nyilván onnan már kevés az extra, de még 1-2-t lehet belerakni. El lehet mászni 16 millió forintig ezzel az autóval. Ami azért érdekes, és egy kicsikét soknak érzem, mert például ott a Kia e-Niro, ami 290 km-es hatótávot nyújt 10,9 millió, tehát 11 millió forintért, kevesebb hatótáv, kevesebb pénzért, oké, okay. Viszont 13,2 millióért 455 km-es hatótávot nyújt, ezek VLTP számok természetesen. Legyen belőle igaz 400. Nem sok pénz, nem sokkal több pénzért kapunk azért több hatótávot, és egy hasonlóan felszerelt autót. Most akkor valószínűleg még mindig ott tartunk, hogy akkor a design lesz az a pont, ami eladja, mert ez a 350 km-es hatótáv, ez egy erős átlag a mezőnyben. Ami nekem egy picikét fájó pont ebben az autóban, hogy miért hívjuk Citroennek? Mi Citroen benne az emblémán kívül? Mert ezt az egyküllős kormányt is én vettem észre, mint Citroen rajongó, és az átlag laikus. Miért fog Citroent keresni? Mi az, ami miatt ezt az autót vegyük meg inkább, és nem mondjuk egy E208-at, egy E-Corzát, sőt inkább egy Volkswagen ID3-at, vagy egy Kia e-Nirót? Miért legyen ez az autó, és ez az, ami nekem fáj, hogy én nem tudom megmondani, hogy miért. Külső-belső dizájn lesz az egyetlen, ami el fogja adni, és a technikát azt meg nem is érdemes nagyon megemlíteni. Ami persze 2021-ben sajnos több autógyártónál is megesik, de ez a Citroen, a márka, ami az innovációiról, a különleges megoldásairól, az UFO-iról volt híres. Hát a DS, a CX, az XM,
azok az űrhajószerű belterek, azok a különleges megoldások, a hidropneumatikus futómű. Tehát egyszerűen ezek már, ezekből már semmi nincs, semmit nem érzek, hogy bármi is megmaradt volna. És ez engem egy kicsikét zavar, valószínűleg az átlag laikus nem fogja sajnos. Ha tetszett a videó és ennek az autónak a bemutatója, akkor iratkozz fel a YouTube csatornánkra, illetve a feliratkozás gomb mellett van egy kis sárga csengő, azt nyom meg mindenképpen, különben nem kapsz értesítést arról, hogyha jön még egy újabb izgalmas videónk. Egyébként meg lájkolj minket Facebookon, kövess Instagramon, mert ott is rendszeresen jelenik meg új tartalom. ECDH. Mindenünk az autód.